Jó reggelt, március 10-e van az Ildikók névnapja, nekik sok boldogságot kívánok és szép napot mindannyiuknak. Surján László a vendégünk, a KDNP alelnöke, vele kezdjük az adást. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Előbb, ahogy jött be, kérdeztem, hogy mekkorák a hullámok, mondta, hogy tulajdonképpen nem túl nagyok a Simicska-Orbán harcban. De hát amiket mond Simicska Lajos, azért polgárként, politikusként, kereszténydemokrata politikusként nyilván elgondolkoztatják az embert sok-sok dologról, nyilván önt is. Hát igen, hogy kerülhet egy ember olyan lélektani helyzetbe, hogy mint ilyen sarokba szorított, na nem akarok csúnya hasonlatot mondani, kezdjen el mindenféle dolgot kiabálni. Hát ez egy lehetetlen helyzet, és az ember nem érti, hogy most egy 5%-os reklámadó váltja ki ezeket a reakciókat. De azt elhiszi, hogy ezt egy 5%-os reklámadó válthatta hát ki belőle? Hát épp ezt tettem föl kérdésként. Mert ugye ezt sokan mondják, hogy hát persze 5% miatt történik, de hát nyilván nem. Hát igen, de akkor mi miatt történik? Akkor miért nem állunk ki nyílt sisakkal és mondjuk azt, hogy nekem ez meg ez nem tetszik? Vagy miért kell ezért régi barátságokat felszámolni? Tehát az ember nem érti. Én egy vergődő figurát látok, aki valamiért killódik, valamiért bajba van. Ő van bajban, hogy... vagy bajba rántja azt is, akiről beszél Orbán Viktort? Hát én azt nem hiszem, hogy módja volna bajba rántani. Tehát én, amikor az első olyan hírt olvastam, hogy hát ilyen adatok nincsenek, de Moszkvában biztos vannak, akkor innentől azt gondoltam, hogy itt elgorult a gyógyszer, és ez egy lehetetlen helyzet. Hát ő alapvetően a saját dossziéjáról beszélt, amit látott Hajdanában, és most nincs meg. Igen. És Moszkvában megvan. Hát ugyan ja, már... Német Miklós is, hogy másfél évvel ezelőtt ugyanígy mondta el, hogy Hajdanában kamionszámra vitték ki a fénymásolt iratokat. Igen, hát én ezt nem tudom fogadni, vagy tegnap, mi mondjam. Tegnap megszólalt Boros Péter az ügyben, aki mondja, hogy ő Hajdanában bekérte magához Orbán Viktor dossziéját, és megnézte, hogy mi van benne. Beszervezési kísérletet látott, az igazolt beszervezésről szóló dokumentumot nem erről mit gondol? Hát én Boros Pétert nem úgy ismerem, mint aki hazudik. De erről csak ennyit tudok gondolni. És az elgondolkoztató, vagy sem? Hogy Boros Péter ez hogy került Orbán Viktor dossziéja? Belügyminiszterként? És kinek a dossziéját olvastam még? Igen, hát én sose foglalkoztam, nem csak belügyminiszterként, Boros Péter titkos szolgálatot felügyelő miniszter volt nagyon sokáig, és ezt a feladatot még egy jó ideig belügyminiszterként is ellátta. Ez így van. Tehát azt gondolom, hogy ez teljes mértékben jogszerű volt. Én sose érdeklődtem titkosszolgálati ügyek iránt, főleg nem mások dossziéja iránt, de ettől függetlenül azt a volt miniszterelnökömről nem tudom elképzelni, hogy most valamilyen indítatásnál fogva hazudjon. Akkor másképp viszont ugyanerre az ügyre, ha térjünk még vissza egy mondat erejéig, az LMP megint a parlament elé viszi az irat nyilvánosságról szóló kezdeményezését. Elképzelhető az, hogy a KDNP-s politikusok megszavazzák, hogy ügyrendre vegyék? Na, biztos meg fogjuk gondolni, vagy meg fogják gondolni, akik ugye most képviselők. Én nekem még Antal Józseftől van egy nagyon rossz üzenetem, ha szabad így mondani. Ő azt mondta nekem, hogy a dolog azért szörnyű, mert nagyon sok dosszié eltűnt. És ezek az eltűnt dossziék egyeseket mentesítenek a probléma alól, másokat meg bennhagynak a disznóságba, és ez egy mérhetetlenül igazságtalan dolog. Tehát azt konkrétan tudom őtől személyesen, hogy ő ezért nem támogatta azt, hogy most borítsunk ki a dolgokat, mert egyeseket megfedünk, másokat nem. De látja, Simicska Lajos is azt mondja, hogy hát az ő dossziéja eltűnt. Akkor ezt ön tulajdonképpen igazolja, hogy ilyen volt, ez elképzelhető. Igen, de persze ez az eltűnés még a rendszerváltás hajnalára vonatkozik, amikor Simicska nem nagyon láthatta a saját dossziéját, tehát ez a fekete doboz körüli mozgásokra vonatkozott, amit nekem Antal József mondott. Hát ő meg a katonaságra datálja vissza a 80-as évek elejére, amikor már volt róla dosszié, és már ott mutogatta. És ezt ő tudhatta? Hát hiszen az asztalon volt állítólag, és azt ő látta. Aztán, hát hogy az milyen dosszié volt, azt én megítélni nem tudom. Minimális ideig voltam katona, és ezt a sorkatonai jelleget, ezt nem éltem át, amit ők átéltek.
Tehát egy rövid kiképzés után már tisztként, orvosként dolgoztam, tehát én nem nagyon tapasztaltam. De hát az más a 70-es évek, 60-as évek vége, és más a 80-as évek, ez biztos. És na, ennyit a csipszadóról, és menjünk tovább. És 2015-ben még mindig erről beszélünk, azt gondolom, az pedig a rendszerváltás utáni 25 év egyik szégyene. Tehát ezt valahogyan meg kellett volna, talán lehet, hogy utólag, mondta József, ha élne, ma ő is így gondolna, hogy ez így nincs jól. Nem lehet, gondolja? Azt, hogy hogy gondolná, azt nem tudom, hogy akkor hogy gondolta, azt tudom. Akkor úgy gondolta, hogy nem kell nyilvánosságra hozni? Azt gondolta, hogy méltatlan és tisztességtelen. Az egyenlőtlenség miatt. Orbán Viktornak meg kéne szólalnia nyíltan ebben az ügyben, nem csak szerintem, a 2012-es dokumentumot az ügy újra küldeni? Szerintem túl van lihegve. Nyilvánvalóan, hogy ellenzéki oldalról ez egy jó téma, mostan lehet... Ez kormány oldalon nem érdekes téma? Annyira méltatlannak érzem én személy szerint a támadást, hogy fölösleges szócséplésnek, illetve nagyon-nagyon gyönge ellenzéki támadásnak érzem a dolgot. De hát Simics Kolos nem ellenzéki. Hát most idézzem a különféle nyilatkozatait, ugyan hát már... Hát ahhoz reggel van, és nem raktuk fel a karikát a képernyő aljára, hogy inkább szó szerint ne, de amikor... én ezt értem, hogy most haragban van, de Simics Kalajost Orbán Viktor legfőbb szövetségeseként emlegette mindenki 25 éven át. Igen, hát láttunk már házasságokat is fölbomlani, én nem, mondom, nem tudjuk, hogy mi van, én legalábbis nem tudom, hogy mi van a háttérben. Azt sajnálom, hogy ennyi időt foglalkozunk ebben a témával. Na, foglalkozunk mással, népegészségügyi, kimondani se tudom, látja, népegészségügyi termékadó kiszélesítését javasolják, ezt ön mondta el néhány nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatón, mert hogy abból szépen jött a bevétel, és még több bevételt remélnének, amivel ja. Például az egészségügy problémáit oldanak. Hát azért tegyük helyre a dolgokat, a szépen jött bevétel, ez igaz. Tavalyi költségvetésben 19 milliárd szerepelt, be is jött, a idejében 26 van beállítva, talán bejöhet, hiszen célesedett a termékskála, rosszabb minőségű alkoholos italok is bekerültek a kosárba. Azonban a népegészségügyi termékadó, én se szeretem ezt a kifejezést. Csipszadó, csak hát az meg annyi mindent nem takar. A csipszadó szleng, és nem mutatja a dolgot. Nem sokkal ügyesebb nyelvileg, de én egy egészségkárosítási járuléknak nevezném, mert a cél, és itt kicsit vitatkozom, a cél nem csak a többletjövedelem. A cél az, hogy az egészségre káros anyagok fogyasztása visszább essék. Tehát amikor arról panaszkodik egy gyártó, hogy az ő forgalmát ezt tönkre teszi, akkor ugye Szócska államtitkár úrnak az volt a válasza, hogy na, ilyen nagy sikerben nem is reménykedem. Tehát ha kevesebb, túlzottan sós akármit fogyasztunk, akkor jobb lesz a vérnyomásunk és kisebb a gyógyszerszámlánk. Igazándiból ez az egyik legfontosabb célja ennek a dolognak. Hát az egy érdekes kérdés, ettől kevesebbet fogyasztunk-e, vagy ugyanannyit, csak drágábban? Hát tudom, ugye, ha meghallgattuk a gyártókat, akkor ők a kevesebb fogyasztás miatt, és ezért belekapaszkodom most, amit mondott. Pontosan ezt szeretném látni hiteles adatokkal, hogy a forgalomra milyen hatása lett, mert ettől is függ, hogy érdemes-e esetleg tovább emelni. Hát mondjuk egy ilyen liternyi cukrozott üdítőnek a 7 forintos többletterhe, az nem egy, ha akkor ennyivel drágábban fogyasztunk, jön a bevétel, de nem megy le a fogyasztás. Esetleg csak az elején lemegy, mint ahogy a benzinnel szokott lenni, benzinár megugrik, a fogyasztás egy kicsit lemegy, utána visszaáll. Tehát itt érdemes most ezt megnézni, a bevételi oldalról örülünk, ha nem csökken a forgalom, de orvosként, egészségpolitikában, a megelőzés irányába való elmozdulásként a fogyasztás csökkenésére volna szükség. Most az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetsége megszólalt az ön sajtótájékoztatóját hallva, és azt mondták, hogy nem, hogy a chipsadó mértékét és a termékek skáláját kellene növelni, hanem éppen, hogy csökkenteni vagy eltörölni kellene, mert hogy túl vannak adóztatva a termékek, a gyártók, és túl sokat fizetünk érte. Ehhez képest én úgy tudom, hogy egészében véve az élelmiszeripari termelés növekedett,
és egyébként még nem láttam olyan adózót, aki szüntetés szervezett annak érdekében, hogy még többet akarok adózni, tehát az ő részükről ez egy teljesen természetes dolog. Érdemes lesz, szívesen leülök velük elbeszélgetni, hogy lássuk a részleteket, hol van esetleg tényleg abnormális terhelés, de nem keverném össze az áfa terhelést a népegészségügyi termékadóval, mert ez bizonyosért két helyre megy, és két külön dolog. Tehát azon külön lehet vitatkozni, hogy túl van-e adóztatva a térség. Hát abból a szempontból összekeverhető egy gyártó szemszögéből, hogy ő fizeti a vásárló oldaláról is. Túl sok, és a vásárló oldaláról is összekeverhető. Csak azért azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek nem csak Simiska ügyben van igaza, hanem abban is igaza van, hogy lehetőleg ne a jövedelmeket adóztassuk, hanem a forgalmat adóztassuk. Tehát ha azt szeretnénk, hogy Magyarországon még tovább nőjön a foglalkoztatott emberek száma, hogy közeledjünk az 5 millióhoz állásban lévő és adózó emberhez, akkor a munkát nem adóztathatjuk, nem büntethetjük. De azt tudja, hogy azzal szoktak ellen érvelni, hogy ha így adóztatunk, akkor a legszegényebbek ugyanannyi adót fizetnek a szinte nem létező jövedelmükből, mint a leggazdagabbak a buzsási jövedelmükből. Hát Ez az 100, de már arányában egy kulcsos, az egykulcsos SZIA-nál pontosan ugyanez a helyzet. Egyébként pedig a áfa kulcsok bizonyos értelemben a fogyasztási szokásokhoz is idomulnak, amennyiben nem, azon érdemes gondolkodni. Tehát én híve vagyok az alapvető élelmiszerek áfája csökkentésének, ez egybe jöhet, de ez az én magánvéleményem. Ezt sokan várják és remélik. A luxus cikkek azért azok a legmagasabb kategóriába tartoznak, és nyilvánvaló, hogy aki többet fogyaszt, az nagyobb adóterhet is visel. De a nullakulcsos SZIA üzenete, ami most nemrégiben elhangzott, ugye az egy szimbolikus üzenet. Nehéz lenne belátható időn belül erről az adónemről lemondani, már csak azért is, mert a kedvezményezetteknek akkor más kedvezményeket kell adni. Hát meg a szakértők azt mondják, és a nyugdíjasok, hogy a 9%-os is igazából fantazmagória és nem a valóság. Egy utolsó kérdést engedjen még, meg itt van ez a vasárnapi zárvatartás, ami a kereszténydemokrata néppárthoz fűződő ötlet és törvény, és gyakorlatilag a kivitelezés is úgy lesz, hogy önök akarták. Nem fél attól, hogy a fejükre hullik a népharag? Most gondolom, hogy nem azokra a dolgozókra gondol, akik ezáltal megmenekültek egy terhektől. Én például pont rájuk gondolok, akik 13 órás munkaidőt kaptak a hétköznapokra cserébe, és éjfélkor érnek haza a 10 órakor záró áruházakból. Igen, én azt gondolom, hogy most lesz egy kisebb, nagyobb turbulencia. De hát azért ne felejtsük el, itt most történetesen keresztény demokraták vetették fel ezt a kérdést. Ez Európa szerte a baloldalnak a követelése és erőteljes érdekérvényesítés. Egy tipikus szociáldemokrata megközelítés. A nyugat-európai szakszervezetek is mind ezen a párton állnak. Az előző ciklusokban mi a szakszervezetekkel együtt gyűjtöttük az aláírásokat a szabad vasárnapért. Tehát most kár ezt a mai politikai mezőbe bevinni, és kár mondjuk... Hát ez a mai politikai mezőben dőlt el itt Magyarországon. Ezt csak ebben lehet kezelni és értelmezni. De azt gondolom, hogy itt nem, ez most nem egy, hogy mondjam, klasszikus keresztény tanításra alapuló kívánság, hogy az Úr napját megszenteld. Kiállhatnék én emellett is, mert hiszek benne, hogy ez egy jó dolog, hogy az embernek erre szüksége van. Ez a törvény tulajdonképpen nem vallási indítatású, ez szociális indítatású és családszempontú indítatású törvény, ami, mondom, bizonyos turbulenciák után egész biztos, hogy inkább nagyobb nyugalmat fog hozni. Tessék elsétálni egy ausztriai vagy németországi területen, és akkor látjuk, hogy ez a vasárnap jól működik. Bár ott éppen most akarják ezt a korlátozást megszüntetni. Hát majd meglátjuk, hogy vannak ilyen zajok, és meglátjuk, hogy nálunk, hogy vezetődik be. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, várjuk máskor is.